Ismét és továbbra is jó reggelt kívánok, ez itt a Pirkadat, és itt van következő vendégünk, Kunce Gábor volt belügyminiszter, és mondhatjuk, hogy napjainkban politikai elemző? Hát nem még az se, napjainkban volt politikus. Volt politikus, és, de hát mégiscsak azért követi a politikát, nem? Természetesen igen. Szerintem általában is, aki benne volt egyszer, az nem tud elszakadni tőle, szóval ne. Meg elmenekülni se tud előle tulajdonképpen, mert ha én valahol ott vagyok, akkor velem elkezdenek politikáról beszélgetni, lám ugye most is, mi történik, és emiatt is, meg azért is, mert időnként különböző műsorokba behívnak, még kíváncsiak a véleményemre, emiatt is kell kísérnem a eseményeket, tehát figyelemmel kell kísérnem őket azért is, mert engem is érdekelnek ráadásul. De önnek mindig karakteres véleménye volt a politikai folyamatokról. Hát ez mondjuk nem gömbölyödött le. És, vagyis napjainkban is ugyanígy van. Hát így van, igen. Mit szól ahhoz, hogy minthogyha a politikában megszűnt volna az uborka szezon? Ugye augusztus van, és annyi minden történt most is, hogy az ember csak kapkodja a fejét, belben is, külben is, de beszéljünk csak a belpolitikáról. De azért ez egy lényeges különbség a korábbiakhoz képest, hogy itt most nagyon sok olyan esemény történt az elmúlt időszakban, amelyek nem tervezett események voltak. Tehát az uborka szezon az azért volt, mert akkor jött a szünet, a nyár, akkor a politikusok is elmentek szünetre, és akkor hát ottan nem csináltak semmit, és aztán jöttek vissza ősszel, és akkor újra beindult. Most, hogyha végig gondoljuk, akkor a MÁV-nak a botrányai, a Iványi Gábor féle szervezetnek a kinyírására tett állami kísérlet, meg hát az összes többi hasonló dolog, ezek mind-mind véletlenszerűen jöttek elő, nem előre tervezetten, és hát emiatt sincs uborka szezon. És van még egy érdekes jellemző, hogy ugye ez a nagyon mediatizált politika, ami az utóbbi években megfigyelhető, olyanokat is hoz, hogy például felbukkan egy Magyar Péter, és akkor nem sajtótájékoztatót tart a kórházak helyzetéről, hanem elkezd kórházakat végiglátogatni, és ezekről a látogatásokról a sajtó rendszeresen beszámol, de akkor támadás éri a kormányzatot, a kormányzat visszatámad, és akkor már is megvan megint egy hétre a turbulencia. Aztán majd jön a szeptember, úgyhogy gondolom jön az iskolajárás, aztán meg még nem tudom minek a járása, szóval tényleg így van, hogy választást követően másnap indul a kampány, és tart a következő választásig. Ez egy jó módszer szerint, amit a Magyar Péter csinál, hogy személyesen elmegy mindenhová, és nem csak beszél róla, hanem tulajdonképpen meg is mutatja. Hát igen, mondjuk eredményes, mert hát ugye felszínen tud vele lenni, egy politikusnak az fontos, hogy róla beszéljenek azért. Másrészt, bár ezt ők mondják, én nem tudom, hogy van-e ilyen eredmény, de tényleg lehetséges, hogy a kórházakban most elkezdtek WC-papírt rakni a mellékhelyiségbe, elkezdték takarítani a mellékhelyiségeket, amit lehet rendbe raknak, mert hát ha holnap oda jön a Magyar Péter, és akkor azt a helyszínt fogja mutogatni. De ugyanakkor viszont ezzel felhívta a figyelmet bizonyos problémákra, de nem mondott semmivel kapcsolatban semmilyen megoldást. Ugye nincs abban a helyzetben, hogy megoldjon ilyen problémákat, de attól még mondhatna valamit, mert ha már az egészségügyről beszélünk, az jó, könnyű azt mondani, hogy és több pénzt fogok adni az egészségügyre, és akkor majd minden rendben jön, persze. Akkor honnan lesz a pénz? Az a kérdés is fölmerül, de még mindig nincs kormányzati pozícióban, tehát még mindig nem kell tudnia megmondani. De van itt egy kérdés, ha a magyar egészségügyről beszélünk, ami egyszerűen megkerülhetetlen, hogy van az állami egészségügy, egyre rosszabb állapotban van, egyre pusztul le az egész, belső ellentmondások feszítik, ugye béremelés az orvosoknál,
béremelés elmaradása a középkádereknél, a folyamatosan csökkenő támogatás, mert ki lehet ugye mutatni, hogy mennyivel növelték meg az egészségügy támogatását, de abban a növekedésben az orvosok bérének a növekedése van benne, miközben az egészség javítás szolgáló különböző eszközökkel nem történt semmi. Lásd, ugye mondjuk légkondicionáló berendezések. Ugyanakkor a másik oldalon ott van a magánegészségügy, ahol pedig egyre jobban fejlődik, erősödik, egyre komolyabb szerepeket vállal, de mégis a kettő egymásra van szorulva. Mondjuk a magánegészségügy nem képes sürgősségi ellátást biztosítani, vagyis ha valakivel hirtelen történik valami, az beviszik az állami dzsungbújba. Ugyanakkor viszont másrészt, ha a magánegészségügybe valamilyen nagyon bonyolult probléma keletkezik, akkor azt mégiscsak az állami egészségügy tudja megoldani a maga felkészültségével, felszereltségével. Ezzel valamit kezdeni kell. Ezeknek egymást kiegészítve kell működniük, nem egymással rivalizálva, nem egymás ellen, és ráadásul nem úgy, hogy az orvosok egy része délig vagy egyig dolgozik a állami egészségügybe, aztán utána három helyen megy el dolgozni a magánegészségügybe. Nem hiszem, hogy ez például a teljesítményét mindkét helyen ne rombolná. Most ezekre a kérdésekre megoldást kell adni annak előbb-utóbb, aki egyébként az ország vezetésére törekszik. És ez igaz a oktatásra is, igaz a szociális politikára is, mindenre. Na, Magyar Péter, ezekkel a javaslatokkal egyenlőre még adós. Említette az oktatást, és hogyha az egészségügyről beszélünk, akkor nem mennek rögtön, mert szíve jut az oktatás is, hiszen mind a kettő a belügyminisztériumhoz tartozik. Csak úgy zárójelben megkérdezem, hogy amikor ön belügyminiszter volt, szívesen vállalta volna, hogy ezek mind önhöz tartozzanak? Fel sem erült volna. Bár hozzáteszem, hogy a magyar történelemnek volt olyan időszaka, amikor például az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott, mert hogy belső ügy volt, de hát aztán ezt nagyon hamar maga mögött hagyta a történelem, mert hogy annyira fontossá vált és annyira erőssé maga a szektor, hogy önálló minisztériumot kívánt. Az teljesen érthetetlen, hogy a Orbán kormány miért döntött így. Kettő, a jelen és a jövő szempontjából egyaránt nagyon fontos területet nem önálló minisztériummal, ahol mégiscsak egy önálló érdekképviselete lenne, mégiscsak arra kényszerülnének, hogy értsenek hozzá, minisztériumokra bízta, hanem hát besorolta a belügyminisztériumhoz, mindjárt rendőrség mellé. Na most ez látszik is az intézkedéseken egyébként, mert ahogy kirúgták a Madách gimnázium igazgatóját, az egy tipikus teljesítsd a parancsot, nem teljesítetted, szevasz, mehetsz, kész, ez ennyi, nem olyan bonyolult dolog. Viszont hadd tegyem hozzá, hogy ez nem Pintér Sándoron múlik. Az, hogy valakit így kirúgnak, az persze Pintér Sándoron. De hogy ilyen állapotban van az egészségügy meg az oktatás, azért olyan, mert a kormány számára nem fontos. Mert ha a kormány számára fontos lenne, és a kormányzat egésze figyelne oda, akkor a belügyminisztérium már el tudná költeni azokat a többletforrásokat, adott esetben jól is, amelyeket kap, de nem kap. Mert ezek a területek a kormányzat szempontjából háttérbe vannak szorítva, nem fontosak, nem lényegesek. Amúgy is a Madách gimnázium igazgatójának kirúgására akartam kitérni, de ugye erről már beszélt egy szót, de viszont abból, amit mondott, az jutott eszembe, hogy ön szerint akkor mi a fontos? Tehát mi a lényeges ennek a kormánynak, ha az egészségügy nem annyira, az oktatásügy nem annyira, az emberek szociális ellátása sem annyira, akkor mi? Na most ez egy jó kérdés, és itt kellene jönni annak a egyébként elcsépelt válasznak tőlem, hogy hát ugye az emberek jóléte, a jó kormányzás feltétele, hogy
egy átlagos, állandó fejlődésnek kellene látszani az országban, ez nem látszik, de ennek a kormánynak valahogy ez nem is számít neki, nagyon sajátos, önző szempontjai vannak. Az egyik ezek közül az, hogy a haverok, barátok költik el a pénznek, vagy viszik haza a pénznek a nagy részét. Hihetetlen gazdagodásokat láttunk, teljesen érthetetlen és indokolatlan módon lett valakinek 1000 milliárdos vagyona, akinek, amikor kezdődött a műsor 2010-ben, akkor még 1 milliárdos vagyona sem volt, most meg már 1000 milliárdnál tart. Ugye miközben a egyfőre jutó jövedelem az nem nagyon növekszik reálértéken, az egyfőre jutó jövedelem az hihetetlen sebességgel növekedett meg. Úgy tűnik, mintha, ami a belpolitikát illeti, úgy tűnik, mintha egy csoport rászállt volna az országra, és hihetetlen sebességgel, erőszakkal, különböző ötletekkel, mutatványokkal gazdagodásra tör, és tulajdonképpen ez az, ami igazán érdekli a kormányzatot. De van azonban egy kivétel, a kormányfő. Mert Orbán Viktor, aki megteremtette egyébként a kormányzásával ezt a valamit, hogy ezek a területek nem számítanak, a haverok meg hadd gazdagodjanak, de az utóbbi években azt figyelhető meg nála, mintha nem is érdekelné már, hogy mi van az országban, hanem ő megpróbálja saját magát felpumpálni világpolitikai tényezővé. Ez nem nagyon fog menni neki egyébként, de minden esetre ő szemmel láthatóan hisz benne, belpolitikai nyilatkozatokat már nem nagyon hallunk tőle, csak a háború, a béke, a Kína, a stb. Stb. Jelzem, még egy jellemzője van ennek az időszaknak a Kína kapcsán, kell elmondani, hogy hihetetlenül adósítjuk el az országot. Ugye más pénzéből finanszírozunk különböző olyan beruházásokat, amelyek ráadásul ennek a másnak fontosak. Tehát a Belgrád vasútvonal például, vagy a Fudán Egyetem például, ezek nem nekünk fontosak, ezek a kínaiaknak fontosak. Orbánra visszatérve, nagyon érdekes lesz, ugye az őszi politikai szezon tulajdonképpen a jövő héten indul meg, és az első jelentős állomása az a polgári piknik lesz Köcsén, ahol Orbán Viktor hagyományosan nagyszabású beszédet mond, egyébként titkos beszédet, tehát csak kiszokott róla szivárogni, ez az, de mégis mi várható ettől? Hát ugye azért a tusványosi beszédet ilyenkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, már ott is fölvázolt egy új világrend eljövetelét, ugye, és ezen belül próbálta meg elhelyezni Magyarországot. Szerintem ezt fogja folytatni tovább. A belpolitikával kapcsolatban ugyanis nem nagyon tud pozitív dolgokat mondani a híveinek. Ezzel szemben viszont el tudja mondani, hogy mennyire figyel ránk. Trump elnök ugye most a napokban is azt mondta, hogy beszélt ezzel a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral, és arra a kérdésére, hogy hát hogy lehetne megjavítani a világ problémáit, azt mondta Orbán Viktor, hogy hát ha Trump lenne az Amerika elnöke, akkor megoldódnának a problémák. Na most hát nem mondom azt, hogy ez egy segnyalás volt, mert ilyen szavakat televízióban igen, nem használunk, tehát én ezt nem mondom, de hát egészen elképesztő. Na most csak ugye, amikor Putyinnál van, akkor ott mond ilyeneket, amikor Xinél van Kínában, ott mond ilyeneket, hát amikor Köcsén van, akkor pedig el fogja mondani, hogy mennyi minden fontos emberrel sikerült neki tárgyalnia. Szerintem semmi átütést nem várok, valószínűleg bele fog rúgni nagyokat Magyar Péterbe, de hát ez mondjuk most az ő esetében várható is, semmibe fogja venni az ellenzéket, erre az ellenzék némi indokot is szolgáltatott. Na egyébként meg, ha nem lesz eső, akkor főni fog a fejük. Na, meglátjuk, figyeljük akkor az eseményeket, és majd utána megnézzük, hogy jól tippelte. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Én is köszönöm szépen.